Ez nem jelenti azt, hogy mindenhez jó ötletem van, tehát én nem gondolom azt, hogy tévedhetetlen vagyok, de hogy tennék valamit a tötymörgés helyett, azt biztosan éreztem. És akkor én azt mondtam a Sláger Rádiónak, hogy én boldogan megcsinálom minden feladatot, amit rám akar bízni, de kívülről, mint vállalkozó, gondolkodjanak el ezen. Nem akarok pozíciót, nem akarok névjegykártyát, én csak dolgozni szeretnék, de azt nagyon. A 30 éves önmagamnak még mindig azt javasolnám, hogy sokkal kevesebbet foglalkozni azzal, hogy megfelelni, sokkal kevesebbet foglalkozni azzal, hogy ki mit mond, ki mit gondol, és merni bátran élni. Én nagyon-nagyon akkor találtam meg önmagamat. Igen. Ő az én Hadas Kriszta barátnőm, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a showban benne van például. Ő azt mondja, hogy ez egy kirándulás neki a komoly világból, és de nem élő volt, de ha az lenne, is imádnám. De biztos, hogy benne marad a promóba. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekben. Ha most találkozunk először, annyit kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, viszont mély, átütő válaszok vannak. És az eheti vendégem egy olyan valaki, akivel én nagyon régóta szerettem volna az interjút összehozni, mert amikor elkezdtem ezt az egész villámkérdéseket, az egész vlogolást, és néztem azt, hogy Magyarországon ki az, akitől én tanácsot kérhetek, szembe jött velem valaki, a interneten, nem szó szerint, és azt éreztem, hogy nekem őt meg kell, hogy ismerjem, és egy konferencián összeszedtem a bátorságomat, oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy hello, nagy Instagram rajongód vagyok, és szeretnék valamikor leülni. Akiről szó van, az Kende-Hofferr Krisztina. Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy meghívtál. Ami sok közös van bennünk olyan szempontból, amit érzek, hogy Amerikában voltál te is, megvan ez az amerikai szellem, szocializáció, work hard, play hard, összehozni és akkor is átütni a dolgokat, amikor még nem látja az ember, hogy hova jut. És a szamárlétrát is igenis végigjártad. Először a jól tudom, a Sláger Rádiónál Roxi. Voltál? A Roxinál kezdtél, és rádióból mentél tovább, tévénél voltál, és jött egyszer egy olyan pont az életedbe, amikor arra gondoltál, hogy a sajátodat megcsinálod, és te vagy, hogyha egy bármilyen amerikai filmből elképzeljük azt a menedzsert, aki átüti a sztárokért mindent, a világot is, az vagy te Magyarországon. Igen. A Forbes a sztárgyárosnak is nevezett téged. Nagyon sok mindent hozott ez az életemben, biztos fogunk erről beszélni majd, hogy mit hozott, de igen, az én vagyok. Tehát, hogy aki látta a Törtetők című sorozatot, és Ari Goldot, az nagyjából az, igen. Ami Arinak, hogyha lenne egy jobb női kivitele, az igazából te vagy. Remélem, igen. És most pedig itt vagyunk, a gyermeked megint álmod, amit jó pár évvel ezelőtt találtál ki, és most tévén van a Nő Komment, éppen főpróba, vagy minek nevezzük ezt? Ez egy stáb megbeszélés, 4 órakor kezdődik a felvétel, az másfél óra múlva lesz, és ilyenkor az adott adás szereplői leülnek, és végigbeszélik a témákat, megismerkednek a bejátszókkal, hogy ne érje őket semmi váratlanul majd, amikor a felvétel zajlik. És stílusosan, mit eddig most beszélgetünk. Látod? Sötétben vagy néha világosban. Lőn világosság! Kezdjük a gyerekkorodtól. Van-e valami olyan gondolat, amit akkor kaptál szülőktől, barátoktól, és mai napig végig kísér az életedben? Ahogy megy előre az idő, és öregszem, egyre inkább jönnek ezek vissza. De talán a legfontosabb az az, hogy én hozhattam 1-est az iskolából haza, meg 5-öst, mert lehetett rossz napom, és tudhattam jól, de minden mást azt mondták középszerű, és a középszerű az nem jó. És harcoltam velük mindig, de hát a 4-es az jó jegy, ha mondjuk esetleg becsúszott egy 4-es, és mindig azt mondta az apukám, hogy a 4-es nem jó jegy, mert ha 10 terméket gyártasz, vagy 100-at gyártasz egy gyárban, és mondjuk 20% a selejt, akkor gondold el, hogy az mind kidobásra kerül, akkor az jó, és igaza van, az nem jó. És valahogy ez szerintem meghatározza a mai életem összes teljesítményét is, hogy ha már csináljuk, csináljuk a lehető legtökéletesebben. Vagy csinálod, vagy nem. De igen. Ha eldöntötted, akkor csináld. És ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, milyen tanácsot adnál neki, hogyha egyáltalán adnál, és úgy helyezzük kontextusba, hogy hol voltál 20 évesen? Én 1975-ben születtem, tehát 95-ben járunk, amikor én 20 éves voltam, főiskolára jártam, és közben dolgoztam, mert mert büszkeségből meg akartam mutatni a szüleimnek, hogy ez nekem megy egyedül is. Magamnak mit javasolnék 20 éves életkori önmagamnak? Hát látod, ez egy nagyon érdekes kérdés. Talán azt, hogy kevésbé akarjon megfelelni mindenkinek, aki körülötte van. Tehát merjen önmaga lenni, merjen úgy élni, ahogy ő szeretne, ne akarjon jó kislány lenni és mindenkinek megfelelni. Talán ezt. Ezzel még azonosulni is tudok így a fiatalkori önmagammal, de ugorjunk 10 évet, 30 évesen, merre jártál, és mit tanácsolnál a 30 évesen? Hát akkor ugye 2005 van. 2005-ben már sokkal inkább tudtam a saját életemet élni, meg a saját utamat járni. Már 1 éve saját vállalkozásom volt. Tehát, hogy én a szabálytiszteletet csak azért, mert az a szabály, nem tudom magamévá tenni. Ha látom mögötte az értelmet, akkor nincs ezzel problémám. De nagyon-nagyon gyorsan kikristályosodott az, hogy nekem inkább az való, hogy nagyon nagy vállalatoknak dolgozni, de független külsősként. Tehát már 1 éve ezt csináltam 2005-ben. A 30 éves önmagamnak még mindig azt javasolnám, hogy sokkal kevesebbet foglalkozni azzal, hogy megfelelni, sokkal kevesebbet foglalkozni azzal, hogy ki mit mond, ki mit gondol, és merni bátran élni. Én nagyon-nagyon akkor találtam meg önmagamat. Igen. De mégis csak akkor kezdődött el az, ami most van. Volt valahogy az életedben, amit cikinek éreztél magadban, és hogyha igen, vagy mennyi minden van ugye az embernek, és hogy léptél ezen túl, hogy változtattál rajta? Mindenkinek van szerintem ilyen, amit cikinek érez. De például nekem senki nem hiszi el rólam, hisz egy talpra esetnek tűnő, dinamikusan beszélő valaki vagyok. Senki nem hiszi el nekem, hogy egészen 3 évvel ezelőttig egyetlen egy szót nyilvánosan nem tudtam megszólalni. Akkor bennem egy olyan eredendő izgalom, félelem, rettegés volt, hogy én ezt nem tudtam leküzdeni. Ezt például egy barátom oldotta föl azzal, hogy becsapott, teljesen tudatosan, azt gondolta, hogy ez az én életemnek a része kell, hogy legyen, mert hogyha baráti társaságban beszélek, akkor az hat. Úgyhogy gyakorlatilag fölhívott egy adott napon, hogy ő egy főiskolán vállalt egy vendégelőadást, de nem tudja megcsinálni, ne haragudjak, ugorjak már be helyette, és pontosan tudta, hogy ha baráti segítségről van szó, akkor nekem, és én megyek. És már ott álltam az osztály előtt, amikor rájöttem, hogy te jó Isten, hát ezt hogy? De már ott álltam, tehát hogy nem volt erre megoldás elszaladni. Soha nem fogom elfelejteni, hogy mennyire remegett az előtt a 35 csillogó szemű diák előtt a hangom az első pár percben, és aztán elmúlt. És ezt szerintem ez a sokterápia, vagy ez a mély vízbe dobás. Szakmai cikire, ami a látványosan mások előtt érzett kínos, arra nem annyira. Szoktak veled furcsa dolgok történni? Úgy érzed, hogy jönnek a szellemek? Bármi mondjuk meglepődsz azon. Hogy az ember megtanul hallgatni a megérzéseire. Tehát számtalanszor élem át azt, hogy átfut rajtam egy gondolat, hónapokkal később, mondjuk, mit tudom én, föl kéne hívnom valakit, ez egy konkrét és sajnos nagyon eklatáns példa, hetekig, hónapokig éreztem, hogy föl kéne hívni, minden héten egyszer így átfutott rajtam, és már soha többet nem tudom. És akkor tudatosodott bennem, hogy bennem ez úgy szaladt át, hogy föl kéne hívnom, míg még tudom. Ezt akkor így nem tudtad, de nem, de ez egy nagyon erős tanítás annak, hogy igen, erős tanítás annak, hogy arra is, hogy hallgassunk a megérzéseinkre nagyon, meg arra is, hogy figyeljünk azokra, akik fontosak, ameddig tehetjük. Ez egy nagyon erős gondolat. És van olyan gondolat, ami mentén élet az életed? Ez lehet egy vezérelv, lehet egy idézet? Nagyon sok idézet. Nekem ez az idézetek nagyon sokat segítenek az életemben. Egy egész tár van belőlük. Komoly gondolatok, amiket valaki már egyszer megélt, tehát tulajdonképpen ez tipikusan annak az esete, hogy az okostól tanulsz. Nem is nagyon emelnék ki egyet, az alap életfilozófiám az ma már nagyon egyszerű. Az ember nem tud mindenkinek megfelelni, ki csúfol, ki gúnyol, ki drukkol. Egyetlen egy embernek kell megfelelni önmagadnak, mert mindenkinek úgyse tudsz. És ezen kívül egy életed van, azt éld úgy, ahogy te a legjobbnak gondolod, mert nincs ebből, tehát nincs az, hogy 6-os dobsz és újra kezdheted, mert nincs tovább. Ez valahol az az üzenet, amit a szüleitől is kaptál, hogy 1-es vagy 5-ös. Igen, hogyha csináld, akkor csináld jól, ez ugyanide kapcsolódik. Ma már értem a szüleimet, 43 évesen, nyilván máshogy élem meg, hogy ők ezt miért csinálták, és hálás vagyok nekik végtelenül. 10 évesen nem annyira érzed, vagy érted, hogy miért nem lehet egy picit lelazulni, meg miért nem lehet egy napot lazulni, mert nincsen, hogy egy napot lazulsz, mert mi van, ha pont aznap van vége. Hogy lett KHK? Hogy vált belőled Kende-Hofferr Krisztina, a sztárgyáros? Vannak-e 2-3 olyan fő döntési pont az életedben, ami által azzá váltál, aki vagy? A KHK a Kende nevű férjem miatt KHK, mert egyébként eredendő AHK. És marha érdekes, hogy az emberek, ugye azt szoktuk mondani, hogy a kritika meg a megítélés soha nem arról szól, akiről mondják, hanem akik mondják. Akik mondják. Rárok egy reflexió. Van, akinek ez nagyon tetszik, és azóta is, de hallom azt is, hogy ez mit képzel magáról, hogy ő már de le se írja a saját nevét. Mondjuk az első és legfontosabb az tényleg az volt, hogy a saját utamra lépek, és az alkalmazotti létből ez egy nagyon bátor döntés. Mi játszódott le benned, amikor ezt meghoztad? Képtelen voltam bejárni dolgozni, amikor azt éreztem, hogy szétfeszít a tettvágy. És azt éreztem, hogy én ezt akarom csinálni, meg azt akarom csinálni, és ehhez is lenne egy ötletem. Ez nem jelenti azt, hogy mindenhez jó ötletem van, tehát én nem gondolom azt, hogy tévedhetetlen vagyok, de hogy tennék valamit a tötymörgés helyett, azt biztosan éreztem. Nagyon nagy lökést adott az, hogy megkaptam egy nemzetközi állást, ahol 9 ország sales és marketing főnöke lettem volna egy londoni központtal. Ezt az állást én mindennél jobban szerettem volna, és ahogy megkaptam, rájöttem, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel. Ez valószínű női lélek, egy férfi szerintem ilyet nem csinál, nem akarok gender issue-ba menni, de vannak köztünk különbségek. És akkor én azt mondtam a Sláger Rádiónak, hogy én boldogan megcsinálom minden feladatot, amit rám akar bízni, de kívülről, mint vállalkozó, gondolkodjanak el ezen. Nem akarok pozíciót, nem akarok névjegykártyát, én csak dolgozni szeretnék, de azt nagyon. És ők egy pozitív választ adtak, ezért még élekhálásnak kell lennem nekik, mert ettől működik a mai életem is, tudnélik, ha nem tudsz benne maradni a körökben, már pedig ez ilyen apróságokon múlik, és nem tudáson meg tehetségen, akkor megette a fene az egészet. Tehát ez egy nagyon fontos döntés abban, hogy ma én vagyok a sztármenedzser. A második fontos döntés az, amikor éveken keresztül csináltam a nagyvállalati tanácsadói pozíciót és a már sztárokkal való együttműködést egymás mellett, és egy adott ponton el kellett dönteni, hogy merre tovább, és erre nagyon vágytam, és nekem a legjobb barátom, szerelmem, tanácsadóm, mindenem a férjem, és azt mondtam neki, hogy én engem ez nagyon érdekel, mi lenne, ha én erre megcsinálom Magyarország első amerikai típusú menedzsment irodáját, ami tényleg csak ezzel foglalkozna, és semmi mással. És ő azt mondta, hogy hát mi vesztenivalód van? És megfogadtad a tanácsát? Az ő tanácsait megszoktam. Ő az a ritka ember, akinek a tanácsait megfogadom, igen. Az a néhány fontos elem ebben a döntési pontban, hogy te erre fókuszáltál, hogy ez össze is jött? Valakivel ismertük egymást, és valakivel még nem. Tehát az legelső alapító ügyfélő a Gianni. Tehát ezt mindig mindenhol elmondom. A Gianni volt az, aki felhívott, és azt mondta, hogy ha már magadnak bohóckodsz, biztos beleférek a naptáradba. Így hívta a saját vállalkozást, ő volt az első. És utána őt követték olyanok, akikkel korábban együtt dolgoztam, vagy a TV2-ben, vagy máshol, és hallották, hogy Magyarországon én elkezdtem ezt a tevékenységet. Van olyan dolog, amit látsz és hallasz az életben, hogy az emberek prédikálják, azt mondják, hogy ez így van, ez így igaz, valami bölcsesség, de szerinted egy óriási marhaság? Azért nem gondolom, hogy van ilyen, hogy óriási marhasság, mert lehet, hogy ami nekem óriási marhasság, az neked a világ igazsága. Tehát én azt akarom hinni, és én úgy akarok élni, hogy nincsenek eternális igazságok, mert nincsenek egyforma emberek. És hogyha ez az alaptézis, hogy én elfogadlak téged pont olyannak, amilyen te vagy, viszont cserébe azt várom, hogy te fogadj engem el pont olyannak, amilyen én vagyok, én nem akarlak téged megváltoztatni, meg te se akarj engem, akkor nincs ilyen, mert akkor nincs olyan, hogy baromság. Mert mondom, lehet, hogy nekem az, de lehet, hogy neked nem. Ez egy zárójel, de mondtad, hogy megváltoztatni. Emberek ugye erre szoktak ugrani, hogy de engem ne változtass meg. Viszont akár egy munkakapcsolatban, baráti vagy párkapcsolatban együtt változunk, vagy együtt fejlődünk. Hogy különbözteted meg azt, hogy nem az, hogy én téged meg akarlak változtatni, vagy erőszakosan rád nyomom az akaratomat, attól, hogy együtt, közösen formálódunk, fejlődünk? Ez szerintem egyébként egyrésztről kémia, másrésztről elhatározás kérdése. Én minden kapcsolatot kommunikációs szempontból nézek ma már. De az mindig is nagyon jellemző volt rám, hogy én szabadságot adok. Tehát, hogyha És ha már szeretlek téged, mindegy, hogy munkakapcsolat ez, baráti vagy szerelem, akkor nyilván érdekel, ami téged érdekel, szeretném megismerni, mi az, ami téged boldoggá tesz. Én azt gondolom, hogy minden kapcsolat, és tényleg nem csak társas kapcsolatról beszélek, az arról szól, hogy tiszteljem a másikban azt, aki, fogadjam el azt, ami, és próbáljuk meg azt, ami én vagyok, meg azt, ami ő, ezt a kölcsönhatást a lehető legjobbá tenni. Fordítunk egyet. Van-e olyan dolog, amiben te hiszel? Te tudod, hogy az úgy van, de még nem tudod, vagy nehezen tudod bizonyítani? Sok minden ilyen van, tehát ugye meg volt is, tehát eleve ez az egész amerikai sztármenedzsment, tehát nekem az elején nem azért kellett megküzdenem, hogy majd én jövök és gázsit mondok, hanem hogy egyáltalán beengedjenek tárgyalásokra, mert mi közön van bárki, minek jön ez a nő? Ez se nem ügyvéd, se nem pap, minek jön? Kedvenc kudarc. Van-e egy olyan kudarc, amit akkor nagyon rosszul értél meg, borzasztó szar volt, de most így visszagondolva azt mondta, igen, ez kellett, sőt. Én minden kudarcomat szeretem, még ha akkor beléjük is halok. Tehát én mindenbe belehalok egy kicsit, ami rossz, akkor nyalogatom a sebeimet egy kicsit, és utána, mint valami főnix madár, föltámadok újra gazdagabban abból a tapasztalatból. Egy másodpercet most adunk egy vágóidőt magunknak. Úgyhogy... nem tudok neked egy kudarcot mondani, de számtalan van. Tehát szerintem van egy mondás, hogy a vesztesek az első kudarcnál leállnak, a nyertesek pedig annyi kudarcot viselnek el, amíg siker nem övezi az útjukat. Gyönyörű. És ez én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, vagy az ragadt meg ilyen idézetből, hogy nem az a kérdés, hogy hányszor buksz el, hanem hogy egyel többször tudjál felállni. Ez ugyanaz. Igen. Kedvenc könyv, de nem ami a te kedvenced, hanem amit a legtöbbször ajándékoztál. Van-e ilyen könyv? Mindig mást ajándékozom, és mindig igyekszem személyre szabni, akár a könyvet is, vagy akár más ajándékot is. Direkt mondok szakmai könyvet, van egy Shonda Rhimes nevű író, producer nő Amerikában. Az összes népszerű sorozat, nyilván nem az összes, de a nagyon nagy része a népszerű sorozatoknak az ő munkájának a gyümölcse, de ez még ez a vészhelyzet is, ami Magyarországon ugye vészhelyzetként megy, a Scandal, nem tudom a magyar címeit ezeknek, de az a lényeg, hogy ezek és ő írt egy könyvet, aminek nagy nemes egyszerűséggel az a címe, hogy Yes. Ez egy önfejlesztő könyv egyébként, ami arról szól, hogy elkezdő magával foglalkozni, és mindenre, amint nemet mondott, addig, mert nem ér rá a munkája miatt. Amúgy nagyon sokáig, és igen, volt egy év, amikor megváltoztatta. Mert mindenre igent mondott. Ha foghatnál egy óriás plakátot, bárhova helyezhetnéd, bármit írhatnál rá, hova helyeznéd és mit írnál rá? Hát az első az, hogy legyen még egy óriás plakátom. Ez olyan, mint az aranyhal. Valószínű egyébként egy Ari Emanuel nevű ember háza elé, és azt írnám rá, hogy találkozz velem egy órát. Okos, ez egy nagyon jó felhasználás. Mit csinálnál abban az órában? Hallgatnám azt, amit ő magáról mond. Ari Emanuel a legnagyobb hollywoodi menedzser. Akiről amúgy az Arit is a Törtetőkből formálták. Abszolút, igen. 8000 ügyfele van, és 1400 ügynök dolgozik neki. Azt hiszem, ez lenne, hogyha nem ilyenre kérdezel, hanem hogy akkor meg azt írnám ki egy óriás plakátra, a szabadságszoborhoz, a Gellért-hegy tetejére, hogy emberek, higgyetek magatokban, mert mindenkiből csak egy van, és az unikális, és ez nem véletlen. Hogy néz ki a reggeled? Milyen az első 30-60 perc? Van-e benne bármilyen rutin? Szerintem a reggeli rutin az elképesztően fontos. Az beindítja a motort, beindítja a napot, 5:45-kor csörög az óra. Az első 15 perc az arról szól, hogy egy kávéval a kezemben bolyongok a lakásban, nagyon szeretem, hogy egyedül vagyok reggeli. Úgy indítom a napot, hogy megnézem a napi híreket, Instagramot, Facebookot. E-maileket 8 óra 2 perckor nézek, amikor a család elment az iskolába, a gyereket vagy én, vagy valaki lerakta, tudom, hogy bent ül az osztályban. Erre van bármilyen trükköd, hogy hogyan e-mailezel, hogyan menedzseled ezt a... Az összes tevékenységemhez van egy-egy külön e-mail címem. És nagyjából a hét is így van, tehát a szerda az itt most mindig nőkomment nap, de a másik, mert 2 hetente rögzítünk nőkommentet, a másik szerdák is egy projekthez kapcsolódnak. Szerintem mennünk kell, azt mondja a Detti. Muszáj szervezetten és rendszeresen, vagy rendezetten végezni a tevékenységet, és egyébként minden héten van egy-két olyan nap, amikor történik valami, vagy valamelyik ügyféllel, vagy valamelyik projekttel, amit nem terveztünk korábban. Betervezed a nem tervezhetőt. Muszáj, de nekem minden a naptáram van. Tehát én nekem olyan fontos, hogy mit tudom én, barátok. én hosszú évekig elkövettem azt a hibát, hogy hát a barátaim úgyis, én dolgozom. Kérem, én dolgozom. De mindenki értse meg, én dolgozom. De miért érteném meg? Hát hiányzom, nekem is hiányzik. Most azok, akik tényleg a legfontosabb barátok, rendszeresen benn vannak a naptárban, és azonnal el nem mozdul, ha özönvíz van, akkor sem. Nekem teljesen ez a tapasztalatom rólad, ugye mióta beszéltük, hogy hozzuk össze ezt a beszélgetést, és ahogy beírtuk a naptárba, onnantól tuti volt, tehát igen, ez volt igazából a módja. Amikor nem dolgozol, mi az, ami izgalomba hoz, mondjuk esténként milyen szenvedélyeknek élsz, vagy hétvégén? Az esték ugyanolyan rendszerben zajlanak, mint a reggelek. Hétvégén igyekszünk a barátainkkal és a családtagjainkkal olyan élményeket gyűjteni, ami közös alapokon nyugszik. De ez lehet egy libanapi program, ez lehet egy közös kirándulás az erdőben, tehát nincs ilyen fix. Mi volt eddig életedben a legjobb befektetésed? Ez lehet anyagi, lehet saját magadban. Hát mindenképpen... A megszerzett tudásra költött pénz szerintem az a legfontosabb befektetés hosszú távon. Mondjuk egy 30 000 forint alatti összegben, akár tárgy vagy valamilyen élmény? Az élmények nagyon fontosak és nagyon fontos befektetések, tehát egy mozi is fontos. Lehet, hogy a legjobb befektetésem egyébként egy 1700 forintos iTunes film letöltés, mert hosszú hónapokra, hetekre képes meghatározni mondjuk az alaphangulatomat, mert valami olyat ad, valami olyan gondolatot indít el bennem, vagy csak annyira kikapcsol, hogy képes vagyok másnap újult erővel elkezdeni valamit. Úgyhogy ez nem összegkérdése. Ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, minden értelemben, mihez kezdenél? Hát nem engedném, hogy éhezzenek gyerekek a földön bárhol is, és ha már tele a pocakjuk, akkor lehetőséget adnék mindenkinek arra, hogy azt tanulhassa, amit szeretne. Ez lenne az egyik, és a másik az, hogy valahogy önbizalmat tanítanék mindenkinek. Azt, hogy tudjanak hinni magukban az emberek, és tudják azt, hogy ha annyi energiát és időt fordítanak önmagukra, mint amennyit másokkal és mások dolgaival elfoglalva vannak, akkor sokkal sikeresebbek lehetnének ők maguk. Mivel már te is egy közéleti szerepet vállalsz, hol érhetnek el téged, akik nézik, és mondjuk most találkoztak veled? Hát az Instagramon mindenképpen, és a Facebookon is. KHK-TMC. KHK-TMC, igen. Krisztina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nektek is köszönöm, hogy megnéztétek és velünk tartottatok. Ha nem vagytok még feliratkozva, nyomjatok rá arra a gombra, hogy a következőbe találkozunk, és menjetek át Instagramra, ahol Krisztinát is, meg ha engem még nem, akkor engem is kövessetek be. Sziasztok! Sziasztok!